Szóval most reggeli eset fog következni, srácok, és utána pedig majd megnézzük, hogy sportizzunk egyet, vagy mi merre hány méter legyen. De most csapatjuk ezt a csodát, és hát fejlődni kell folyamatosan, szóval most egy kis eset fog következni. Amennyire a szerver is engedi. Múltkor eléggé le volt terhelve a szeró. Na. Most nincs kőfejtőnk tényleg, mert épül ez a szar. El is felejtettem. Bakker. Még 13 óráig épül. Jézusom, na, ezt gyors elküldöm, hogy csinálják a mágusokat. Hogy állunk a céhekkel? Ó, el lehet menni portyázni is. Ja. Járunk a dicsőség falon. 276-ok vagyunk, szerintem meg kéne valakit támadni. Nézzük a célunkat. 71, 121, 80, 40, 100, ú, de vegyes. Hát, 70-es, 80, az... John az nagyon megy 127-tel, basszeg. Ő nagyon nyomja. 52-es az átlag szint, 79, 87, 60, 50, 40, 40, 80, 60. Ezt bevállaljuk. Simán. Simán. Bevállaljuk. Szia Kriszta, jó reggelt, jó reggelt. Na, most mit szólnátok, hogyha az XP-re mennék rá egy picikét, és lehet, hogy azt jobban bevállalnám. Egyben fokos lázad volt, Fever. Bassza. I have to show you something. 67000 XP. Ez nagyon vad. Úgy mennék moziba amúgy. Pont így pár napja gondolkodtam rajta, hogy nagyon... Igen. Mozizhatnékom van. És tök rég voltam már. You're well aware of my courage and strength. Vasárnap mozi lesz? Mit nézel? Harry Potter? Az már megy mától a mozikban, ha jól tudom. Az új Harry Potteres téma. Ott is van a 78-as szint. Legendás állatok? Aha, jól gondoltam. Szia, Satasso. Jó reggelt. Én még nem tudom, hogy akarom azt látni, mert az első rész nagyon tetszett, a másodikat meg már ilyen nyögvenyelősen néztem meg. Nem tudom. A szereplőket imádom benne, nem arról van szó. Bár most ez a pöcsfejes pletyka, aki a Flash-t játsza, nem tudom, és az benne van a legendás állatokban, és ő volt a kisrác, akinek ilyen szuper ereje van, tudjátok? Ezek a színészek, hogy mik történnek velük, meg hogy mi minden van a háttérben. Sokkal labilisebb,
a világban. Sok olyan, mint a második, igen? Good morning. De akkor jól éreztem, hogy a második az elég lapos volt. Szerintem is, hogy szarabb volt a második. A nagyon, nem is tudom mikor jött ki a második rész, szerintem már még Angliában éltem. Szerintem még kint éltem, amikor az bejött. Something new here every day. De a fején is látszik szerintem, Olaf, hogy ő ilyen kicsit pszichopata. Abszolút olyan feje van. Mert oké, a Harry Potteresben olyan feje van, de a mi az? A Batmanben vagy a kömben meg furra úgy néz ki, hogy ez a csávó az egy idegbeteg. Idegroncs vagy én nem is tudom. Abszolút látszik rajta. You don't believe... Érdekes feje van. Do you need anything? No. We can help each other. Fel kell tornázzuk magunkat ilyen kibaszott badass karakterre, mert le vagyunk maradva. Oh. Most az XP-re ráállok, mint az állat. Aztán összevegek két lootot, aztán nekivegyünk kazamatáknak is, azzal is sokat fog fejlődni. Hát, igen, de annyira nem várom még. Vagy nem tudom. Ez ugyanaz most. Most nem tudom, mi van velem mostanában, Szevasz Mood, de például tehát a Venom 2-t se láttam még. Ne kérdezz miért, nem tudom. Tehát van aki egy kis apró megérzésem, hogy szar lesz, és így nem tudom. Tehát a Venom 2-t nem láttam, pedig a Moon Knight sem érdekel annyira, de ugyanígy vagyok a Dwayne Johnson-nak az új filmjével, majd a DC-s filmjével. Nem tudom, most így lehet, hogy ilyen sömöröm lett már ezekkel a filmektől. De a legendás állatok is így vagyok. Jelenleg nem tudom. Öregszem. Válogatósabb vagyok. Azt se tudja. There you are. Good morning. Ó, 47-szer ide velem. Hol a vége? Majd a dungeonökkel lesz egy... Szava, Smooth, jól tetted. Látod, egy beköszönés és már ennyi is. Itt el jól esik a lelkemnek, hogy fölkelek, belőlem a streamet, itt vagyok és próbálok
mindenkinek kedveskedik kora reggel, meg beszélteti az embereket, ami nagy nehezen nem megy. Sok esetben, de ja. Good morning. Szevasz, fol, szia, szia. Everything is so amazing here. Good morning. Szia, Milán, jó reggelt. Mi a pályán szép reggelent, fiú? Hát rájöttem, hogy fáradt vagyok. Rájöttem, hogy eseket is kéne farmoljak, mert mindig elmarad reggelente. Rájöttem, hogy mostanában annyit dolgozok, hogy tehát nem érem utol magam, és azért mindig elalszok reggelente. Még a kávémat is már megittam. Az edzés az nagyon lefáraszt. De amúgy meg vagyok, minden oké, és csak próbálnám így, nem tudom. Itt edzek. Kondiba járok. Hát, igen, azt is szeretném, azért most így reggeli fölébredés, mert csak én próbálok itt, mondom, kommunikálni az emberkékkel. Meg tényleg most az is maradtak egy reggel a, mit tudom, nem 8 órás kezdések, hanem 8:30-9, mert őszintén nem volt annyira lelki erőm ahhoz, hogy ideüljek, felnyomja a streamet, és tudtam, hogy tehát így maximum valaki beköszön, és nem lehet jókat beszélgetni reggel. Nagyon ritkán van az, hogy jönnek a chatre, és lehet velük jókat beszélgetni, mert ha kérdezek, nem válaszolnak, és ezért ez eléggé frusztráló hosszú távon, és már úgy jövök fel, hogy akkor saját tempómban tudod, én is fölkelek, belövöm, amikor belövöm, azt csókolom, tehát egy, már nem töröm magam jelen pillanatban azért, hogy érted ezt így. Többé témát, most beszélgettünk a Harry Potterekről, meg a DC Marvel filmekről, meg a színészekről, az ZB, és Olaffal tök jót eldumáltam itt vele az előbb, de ez mégis nem egy téma volt. Szóval, és ebben kicsit így belefáradtam egy picikét. Ilyen nem kiégész szaga volt, de majdnem, hogy hasonló, és inkább így visszavettem magamnak. Mondom, jó, akkor mondom, majd jövök. 8 van kiírva, de 9-kor érkezem. Ki nem szarja le, most ez van. Good morning. Ezt így vettem most így lazábra, mert tényleg sok lett volna, besokaltam volna. Ja, aztán lényében ennyi. Kondit meguntam másfél év alatt, inkább csapatos edzést választottam. Ja, én nem tudom, hogy magam miatt járok edzeni, hogy fejlődjek. Tegnap felvettek Mekibe, szóval valószínűleg nem lesz kövi bérlet Kondiban, mármint. Nem értem, Milan. Good morning. Meghívja, mész dolgozni, és nem mész kondiba? Ezt nem értem. Attól lehet járni. Simán. Idő nem lesz... Na, Milán. Ugyan. Ilyet nem mondjál nekem. Good morning. Biztos meg lehet ezt csinálni. Hány órás műszakok ezek? 10-12? Nem tudom, hogy dolgozol. Hamar meg lehet unni a meg kis kaját, az biztos. Én sokáig ettem meg kis kaját. Ő megjárni le. Én most arra jöttem, hogy felkeltem, és így
tökre alakulok meg minden, de a hasadba az ki leadni annyira rohadt nehéz, és engem az már frusztrál. Olyan nehezen tudom baszki leadni a streamer pocakot innen lentről, hogy ez majd föltelem. És tudom, hogy az már csak azon múlik, hogy úgymond változtassak az étrenden, de bazzek. Nagyon nehéz. Nem is tudok nagyon odafigyelni a kajára így. Hogy? Most itt stream közben zaváljak. Hogy hogy csinálja a farokhúzat? Köszi a követést. Good morning. Várjál, melyik a legjobb... Várjál. Most nézem, hogy hogyan kéne a... A vizesnél a krokodilt fejlesztik főleg. Fejlesztjük is a krokodilosat, mit szóltak. Hogy van ez? Tüzesnél... Hát ott nincs is nagyon olyan. Nézd, hogy mit kéne fejleszteni az, hogy jobb legyen. Az internet az csodákra képes. Aha. Amúgy nem múr is, és ez pont ez jutott eszembe, ezt az izzasztó szart megcsinálni. Komolyan, tehát van ez a hasrarakható kis öves tudsz. Pont ez jutott eszembe, hogy azt kéne csinálni. Az jó, az használ, az jó cucc. Jegyzés közben azt a szart ráteszem a hasamra. Zibi, elkezdtem, igen, most tegnap elkezdtem, voltak régi jelentkezések, azokat töröltem, és akkor az elmúlt, mit tudom én, egy hónapos időszakot kezdtem el nézni. Nézegettem a jelentkezéseket. Kellenek majd modik, az tény és való, jajajaja. Kellenek moderátorok, mert egyedül, amúgy lehet, hogy ez is a baj, egyedül már nem bírom. Konkrétan, hogy kicsit így ki vagyok már. Lehet ez is a baj. Szevasz, Fülöp. Hasraízunk legkönnyebben, és onnan megy le legkésőbb. Ja, a golfos, szóval már itt tökre így a vállam, a karom, a mellem, tehát így a hátam, a lábam, vagy tökre. Meg még itt az oldalsó rész is jó, de elől olyan kurva nehezen megy le, hogy tehát nem tudom, tehát szenvedek vele. Rendesen, srácok, szenvedek vele, hogy leadjam azt a szart. Kell a lóvé. Good mo- current. Ha! Azt csinálom, Gabe, folyamatosan kalóriadeficitbe vagyok. Konkrétan. Tehát arra már figyelek. Ment le, sok. Csak most megálltam azon a szinten, hogy belassult. És aztán most így van az április, május, mert legkésőbb én ilyen, nem is tudom, mit tűztem ki. Június vége. Jó, addig tudom, még rengeteg minden van, és ha azt nézed, az április, május, június, majdnem 3 hónap. Legyen 2,5, hát most ha azt nézzük, hogy én hol voltam most februárban ahhoz képest, sokat változtam, tudom, csak türelmetlen vagyok, és nem szabad türelmetlenek lenni, mert ez nem úgy megy az, hogy ez csak már jó lesne, hogy minden reggel fölkelek, fekvő, asazás, bár a fekvő az nem mindig megy, mert amikor szétcseszem a mellemet, akkor nem, akkor meghalok kávétől le. Szia Lili, jó reggelt! Ezek tabletták, nem ilyen övek. Van olyan is, tudom, mód. De én inkább olyat használnék, hogy ezt az övet. Mert van egy ilyen öv is a Biotechnél, és az nagyon, tényleg az nagyon jó. És főleg, amikor sétálok, mert a futásra azt nem bírja annyira térdem.
De amikor sétálok, az nagyon nagy boost. Közben menjek be a... When you died, here's a little hint. Try not to die again. Köszi. Your deeds speak louder than words. Nyoszi! You feel. Szóval eléggé idegesítő, hogy nagyon lassan haladok, de türelmes vagyok, csak érted. Sőt, mindjárt szerintem nyomok egy izét. Esef után hozok be egy séket, mert például ez szokott kimaradni, tehát alig iszok séket. Tehát, egyszer ha iszok edzés után, talán de kétszer ilyen reggel, meg edzés után. És nekem ez mindig elmarad. Ja. Valamiért ezek nekem mindig elmaradnak. Szia, szállt, jó reggelt! Kapuérát nyomsz? Na, én ott meghalnék. Hát, mert a kilépésnél meghalnék, amikor ilyet kéne csinálni. Hát szétmegy a térdem, viccelsz? The monster looks lonely. Nekem nem menne. Introduce it to your weapon. Abszolút nem menne. Ezek térdel kapcsolatos dolgok nekem az nagyon gatya. Srácok, nagyon gatya. Jaj. Na de még mindig, most hogy Zibi mondta, ott van srácok a mod is jelentkezés, bár azon is gondolkodtam, hogy át kéne írni azt ki, mert annyira még a régi rendszerre van rakva az egész, és na mindegy, tehát töltsétek ki, aki gondolja. Mondom, még a régi rendszeren alapszik, azóta annyi minden változott, és annyi mindent szeretnék tehát másképp csinálni, meg másképp is csinálom amúgy szerencsére az elmúlt időszakban, ami... Én úgy gondolom, hogy jó. Kettős diéta állítólag jó. Kettős. Mi az a kettős diéta? Nem eszek semmit? Kettős diéta. To advance here, you have to remove all the stones out of the way. Things get better, and you take your courage. Megint, de még most tértem magamhoz kb. Az éjszakában után, úgyhogy szerintem délután. Hát nem tudom, protobacki, hogy kéne. Amúgy. Én már, tehát gondolkodtam olyan, hogy beiktatni még, oda mondjuk egy héten 3-4-szer edzek, és mellette meg egy olyan streamet behozni, ami szintén ilyen, nem az, hogy edző stream, hanem hogy játékkal edzesz. Például, tehát csak az meg, az a baj, a lábam baszódna szét a Ring Fittel, nem? Azt tökre lehetne csinálni. Gondolkodtam egy ilyenen. Lehet, hogy most majd stream után megnézem, hogy rácsapom a tévére a Nintendo-t, és megnézem, hogy bírom. Mert ha bírom, akkor miért ne? Az megvan nektek? És azt is tudjátok csinálni velem együtt otthon. Abszolút. Nem Just Dance Ring Fit, Lotto, mert tehát nekem itt van. Jaj, szóval itt van a kicsike, ez is itt van. Hú, de jó bírja az aksia. Meg itt van a... Az a lényeg a Ring Fitnek, hogy konkrétan van egy ilyen gyűrű, amiben beleteszed a kontrollert, ide teszed az egyiket, a másikat pedig rá a combodra erősíted, és akkor van a karakter, ami megy előtted, és azt ezzel tudod irányítani, és ezt meg így össze kell nyomni. Ez kurva nehéz összenyomni. Tehát ehhez rendesen, tehát izommunka kell. És akkor így irányítod a karaktert, és ezt csinálod. Meg szét kell húzni. Szóval ez kurva jó dolog. De nagyon rég volt már, és azért sem volt, mert nem bírtam. Mert annyira eltúnyult kis pöcs voltam. De hát ez mikor volt már? 8 hónapja. Szóval most már lehet, hogy ide lenne ezt így leporolni. És rámenni egy picikét így az edzésre streamben, úgyhogy nektek is legyen egy kis motiválás valamilyen módon. You've risen like a phoenix. Hát, fél, táncoltam sokáig, de a térdem bizonyos mozdulatoknál nem jó.
maradjunk annyiban, hogyha így kifordulsz, lerakod, azokat megérzem elég rendesen, de ez változó. Melyik nem egyszerű proto a Ring Fit? Az nem. Nem, a lábnapot én csinálom, mint az állat. Vannak lábnapok, amikor nagyon szarul megy, akkor pár gyakorlatot kihagyok, de vannak, amikor meg se érzem, és simán csinálom. Nem, az a baj, hogy úgy fáj a térdem, hogy nem tudom elmondani, várjál, ilyen... Tényleg bizonyos szögekben. Nem tudom. Tényleg, mondjuk a kitámasztásnál. Tudom, amikor kidőlsz oldalra, mondjuk. Na, ott olyan szinten beszúr a tért kalácsomba, tehát a fájdalom, hogy hát azt, igen, összeszarom magam konkrétan. Did you hear that? It sounded like a mandrake. Nekem tudjátok, mi az idei célom? Most nevetni fogtok. A kocsi kívül természetesen. De hogy kijutni valamilyen ilyen fesztiválra. Olyan rég nem voltam fesztiválon, idejét nem tudom, és kicsikét megint ilyen nem az, hogy tininek akarom érezni magam, csak hogy na érted, hogy legyen valami, és ja, el akarok menni fesztiválra. Peps 31, köszi a követés, szia-szia. És el akarok menni valami fesztiválra, hogy kicsit így kikapcsolni, és hogy is mondjam. Retro? Nem, tehát hogy Szegeden például most lesz a, nem most, de lesz a Deja Vu Fesztivál, tökre elmennék. Lesz a Szín, nagyon elmennék rá. Sőt, arra többit valószínűleg elmegyek. Ami Szegeden azért van pár ilyen happening, amik jók. És erre abszolút bevő vagyok, sőt nagyon rég volt már. De mondom, a Deja Vu az pont nekem való. Az ilyen vén faszoknak, mint én. Hogy rohadnál meg? Ezt nem hiszem el. Tomorrowland, persze. Az, ahol összefestékezik egymást, ugye? Az a Tomorrowland? Na, mi van a ládában? Beszélő sapka! Wow, azt nézd! Na már van 1, 2, 3 ilyen cuccom. Eladom a picsába. Niro, köszi a követés. Színen? Menjünk színre? Színen, tudod mikor voltam utoljára, amikor a... Ed Sheeran. Ő volt. De azt nagyon éltem. Na, azt nagyon éltem. Szegedi vagy? Na, Szegeden éltem 8 évig, meg terve is van, hogy visszaköltözök. 3 év? Nem 3 éve. 16-ban volt. Még emlékszem, még Anglia előtt, az 16-ban volt. Tuti, mert az London előtt volt. Ja. Nekem az úgy rémlik. Júniusban mentek? Na, király. Hú, ezt a követ, ezt kérem. Dobjuk bele ebbe. Instant 41.000. Tavaly nagyon rossz idő volt, de ott voltunk, szaráztunk. Igen, azt mondták, nővérem is mentek, és ők is szaráztak. Jaja. Na, nyomjunk még egy ilyet. Kell a cucc. Az elén csak kulcsokat farmolok. Tavaly előtt sem voltam sehol. És mégsem maradt lóvén, mert mindent beleköltöttem ebbe a kibaszott
gépbe. Á, bocsánat, de. Viszont ennek nagyon örülök, mert még most mindig azt mondom, hogy jól tette, hogy megvettem a 3080-at, nagyon srác, már megint, tehát ami lesz most, fölmennek az árak, tehát jól tettem, hogy megvettem a 3080-at, abszolút, és úgy félek tőle, bazdmeg, hogy valami baja lesz. Na mindegy, szóval emiatt sem voltam tavaly sehol, de az idei év az más lesz. Ezt mondom nektek, olyan szinten más lesz mindenben, hogy wow, fejlődés, önfejlesztés, edzés, rendezvények, közönségtalálkozók, tábor, meg csinálunk egy tábort is. Nagyon, nagyon élném. Kéne egy új egér, haló. Az a vicces, hogy kb. 30 km-re lakik tőlünk. Ezen felül 10 km-re lakik Keith Harrington, Jon Snow. Merre vagytok most, kapok? This device looks dangerous. Olaf, nagyon mozgalmas lesz. Hát figyelj, ha belegondolsz, tehát most áprilisban, de a márciusban már volt egy közönségtalálkozó, meg volt egy, voltam egy OGX-es országos gaming expón, és ez csak a március volt. Aztán jó, most ez a hónap, ez még nem tudom, ebben a hónapban is kéne valamit így pattintani, csak hát, tudja. Jesus, arra még nem is voltam. Kapev. Nice. Meg kéne csináltatnom a személyemet, mert lejárt. Hivatalosan már nem vagyok az országban. Nem, hogy azt mondták, hogy júniusig érvényes, mert meg van hosszabbítva talán, hogy tudod, ez a lejárti szarság. De majd valamikor jövő héten bemegyek és megcsináltatom. Az útlevelem az még jó, az nem is annyira régi szerintem. És gondolkodtam rajta, hogy írok haveromnak. És akkor kimegyek hozzá. Látogatóba. Angliába. Úgyis már rég voltam. That portrait over there is watching you. The air smells of death. Írok haveromnak én egy másik személy, léci. Nem, hát ott figyelj, ha belegondolsz, foglak egy repjegyet, kimegyek. A szállás megvan. Náluk elcsövezek. Sima. What is the name of the spell again, with which you always win? Leeds, aha, hát is tudom, ismerem. Jaj, akkor de nem úgy terveztem. Ez mekkora rohadék, úgy viszi az a goldot, mint az állat. Ti terveztek amúgy? Joker, köszi a követés. Terveztek valóban menni ilyen fesztiválra? Rácok, így a nyáron, vagy bármi. Van valami ilyesmi itthon Magyarországon? Például én nagyon élném, hogyha színre kijönnétek. Tehát közösen egy színes buli csinálnánk. Színes buli. Szegedi ifjúsági napok, akik nem ismerni. Soundra kellene? Itt nem is az a lényeg, satas, a fesztivál, hanem hangulat. Wanna play poker? Az úgy szerintem tök menő. Én a szint azt biztos bejátszom idén. Már pont ezen gondolkodtam most, hogy péntekig lehet venni bérletet. De ha jól tudom, 4 vagy 5 napos az egész, tehát én biztos nem mennék mind az 5 nap. Rá kéne írni az szervezőkre, hogy figyelj, adjatok már egy jegyet. Mert hogy 30 ezer a bérlet. Most, péntekig, de utána már ilyen a napi jegy lesz, vagy a tökéből lesz már ilyen 10.000 forint. Szóval eléggé megérni a bérlet most, de feleset tudja. Ja, utána napi 10-12, jaja. Most péntek, nagyon gondolok rajta, hogy megvegyem-e. Mert annól is úgy volt, hogy áh, minek megvenni, úgyis csak egy napra megyek ki, aztán kimentem volna mit 3 napra is, és hát nem lett belőle semmi, mert
Most de egy napra kimentem. Menni kell többet is később eladni. Mi lenne, aki megvenni? Hát... Beregfürdő, Pörc Fesztivál október-november, karcak, birkafőző és pálinka fesztivál biztos lesz megint. Hát de október-november az még nagyon messze van, Proto, meg akkor már hideg van. Én most még így nyára terveznék valamit fixen. He usually only kills for cold hard cash, but he's made. Sörfest műntjen van. Purfest. Esélyezek a sziajtókra, 20-adik a nevelet, esélyezek a járáskal. Igen. Eposzi ajtó, király. Hoppá! What may have happened to those who once lived here? You're all right. Mi a rá? Ügyesség és értelem, viszont minden másba. Ja, oké. Szia, Ivet, jó reggelt! Ivet, te tervezel valami? Hallod? Tegnap előtt hallottam pont a rádióban, hogy lesz Pajai Halfűző Fesztivál. Május? Talán. Nem akarok ilyesét mondani. Hát mondom, nehogy kimenjek. Nem vagyok nagy halászleves, meg semmi, de... viccelsz? Lehet kimenni. Pillanat. Nincs mobil szolgáltatás, az itt rezegnek a telefonom. Elvágtak minket a külvilágtól, mínusz páncél, viszont slotos, azt szeretném, mert az ügybe az nem kell, köszi. Ezt oda, ez biztos szarad, azt meg oda tesszük. Július 8-9? Kell csináljak egy naptárat. Egy jó nagy naptárat. És beleírni így május, június, július, augusztus, szeptember. Ez az öt hónap, ez nagyon jó hónap lesz. Május, június, július, augusztus, szeptember. Jó, még lenne az október is, oké? Az még az, csak a születésnapom. Ez a hat hónap. És ezt a hat hónapot tök faszásan beszerkeszteni. Játék megjelenés. Mikor milyen fesztivál, és akkor fogom látni, hogy hú, oké, azon a fesztiválon egy napot mehetek, mert utána megjelenik egy másik game, és akkor azt kell tolni. Ez nem fasság. Jó, ezen. Na várjál, chat. Segítsetek, írjatok nekem közben ilyen fesztiválokat, jó? Között felírom itt magamnak. Aja Halpest. Ez azt írtátok, hogy július, ugye? Július 8-9. Aztán volt még szín, az augusztus. Oké. Okay. Mi volt még? Mit mondtatok? Amilyen nagyobb is, és Magyarország is, és bármi hasonló rendezvény is menő lehet is. Érdemes rá elmenni? Országon belül nincsenek távolságok pontosan, ahogy Olaf is mondja. Ide a ládával. Nyoszi. Mi volt még? Az a baj, hogy deja vu-t azt nem vágom. Szevasson Goku, szia. Deja vu van. Hát nem tudom, az ilyen Balaton Fest, meg az ilyenek, ezek jók.
Egy fast sound. Ti voltatok már jelen? Mert én még nem voltam. Végül ízik az egész nyarat. Iddam szív, szia-szia. Nem lesz volna semmi. Elmegyünk egy... egy rossz csókoló. Balaton elé messze van tőlem. Mi? Hol? Én ezt... ez a messze van tőled, ezt el sem olvasom. Ezeket... nem érzékelem. Nincs, nincs távolság. A map or a compass would come in handy now. De most nem, most figyelj, ha most mondok valamit. 3 hónap múlva X napon, vagy X dátumnál szombat-vasárnap lesz majd rendezvény 400 kilométerre. Akkor 3 hónap múlva úgy tervezem, hogy 400 kilométerre el tudjak menni. Tehát... nem pedig kitalálom most. Most lehet, hogy messze lenne a Balaton. Vagy 10 óra van, és még délre oda kéne érjek. Hát nem érnék oda. Így messze lenne. De... ha megtervezem... hú, Gabev, várjál már. Várjál, Gabev. Várjál, Gabev, most szuboljál fel, és akkor tudsz küldeni, míg nem. Elég, hogyha permit tessék. Most van egy percet, hogy beküld a linket. Most be tudod küldeni. Csak számok tudnak amúgy linket küldeni. Köszi. Program turizmus. Elismertem. Program turizmus. Hát ez érdekes. Kicsit láttam még. Máshol látom, de most nem akartam azt megnyitni. Most azért mondtam, küld be így. Ez a biztosabb. Így kimásoltam. Életerő. Szörnyek. Termenként. 10%? Aha, az lehet, hogy jobban megéri. You have a bad feeling. Ó, király. Lecsaljuk, mert kell a... kell a heal. Nagyon jó. Nagyon jó. Ó, hogy rohadtál meg. You have left the path. This magical place catches your attention. Wouldn't it be nice if you could take this? Then you would. It seems that an extremely neat. Az milyen csuka, de várja. It may be too late to escape. Evil will always triumph. The game has been programmed from the beginning. Fight. Or you won't have anything to tell later. Campus Festival, hát az nagyon közel van most két év. Az túlságosan közel van. Azt a mocskos. Aha, meg aha. Király. Szar-szar. Hát. Ez ugyanazt tudja. What? Tehát ugyanazt tudja, csak van hozzá egy kis gemes téma. Hát akkor ez nem kérdés, hogy az lesz belepattintva. Dobunk bele drága követ. Ne, baszki velem, Léci, ne. Ne már! Na, köszi. Oké. Okay. Ez így. Hát... bevállaljuk. Bevállalom a csapatért. Jó. Hm?
Kicsit több az érsebzése. Ez így a jó. Ez júliusban lesz? Felírom. Debrecen. Campus. Persze. Július. Felírtam. Jó, 50 ezer fölött vagyunk. Dobunk rá egy kis hírt még. Azt mondja, ez 7.30, az igen. Így. Most már azért erősebb az emberke, és vissza is megyünk, életerő feltöltve. Hát már felírtam, már ez így jó magában. Hogy tudjam így az időpontokat. Mármint amit beküldtetek, ez a... cucc is jó. Program turizmus. És még kaptunk egy kesztyűt is, esetben az állatokra. Jó, ez jó lesz. Kitartás szerencse. Hát... az a baj, nem merek ebbe a kesztyű most belerakni semmit, mert mi van, hogyha találok valamit, ami jó lesz. Pedig is két szabad szlotos van, de az nagyon jó lenne oda, de most úgyse tesszük. Jó, na! Hát innen fogjuk majd mindjárt folytatni, csak mindjárt hát holnap. Úgyhogy megnézem azt, hogy szerintem szarrá verem, aha. Volt egy ilyen érzésem, hogy ezeket most szarrá verem. Azért a HP-m az már eléggé. Nyolc van a szint. Ez is meg lesz. Tuti meg lesz. Tokolyban meg ugye. Egy olyan fesz szokott lenni, nem tudom, egy jelenleg egy nagyobb elvileg még nem voltam. Még egyszer. Ah! És két szintet is léptem. És kaptam egy legendás budipapírt. Kitartás szerencse és erő, ügyesség is értelemben lemegy. Na például ez már jobb. Tehát ez a kesztyű már instant jobb. Ja. Ja. Ügyesség is értelem, de neki az meg nem kell. Szóval még jó, hogy nem tettem vele semmit. Ennyi, tehát elpicsázok mindenkit kazamatában. Mit akarsz? 84-es szint. Na jó. Gyerekek, ezt így kell. Tehát végignyom az egészet. Ugyan farmolják ki rohacsok szintet tök gyorsan. Ha-ha! Köszi! Köszi!
Double köszi, van kovácsunk is most már. Can I? Well done. Now you can add sockets to your items and increase their attributes. Király. Pont jókor jött. Jó, ez pont szar. Ez is szar. Ultra gagyi. Te is az vagy. Ez is. Ügyesség. Mert az üsbe. Oh, hello. Te viszont jó vagy. Ezt még nem adom el. Tessék, van három olyan slot, ahol még nem tettem semmit, de még várunk is vele. Na, most az, ez így kellett. 90-es szint, én úgy gondolom, hogy most adtunk a szájának. Jó. Ez így most azt mondom, hogy jó. Hello. No one has ever returned alive from here. Rendben. Srácok, hát innen fogjuk folytatni. 90 szintre felhúztam, azért ez elég nagy fejlődés volt 70-ről 90-re, most büszke vagyok magamra, ez jó volt. Ez jó. Na, tudjátok, felkiáltó, hogy SF, ott van minden info, meg tudjátok nézni, ott a link. Tudtok csatlakozni az 52-es és az 54-es szerverre, mi ott vagyunk fent. Közben már el is indítottam a cégekkel egy csatát, arra is tudtok csatlakozni. Jaj, meg még behúzom gyors az emberemnek a kis pörgentyűjét, és meg is vagyunk. Én meg elküldöm. Én nem lehet elküldni melózni, majd utána elküldöm melózni. Szóval innen fogjuk folytatni majd szerintem holnap fixen, mert az SF-fel azért pörgetnünk és haladnunk kell.